ebben a szobában ülsz, és a szobának a túloldalán öm, van valami, vagy valaki. Te kínaiul tudsz, és lájsz egy papírra egy kérdést öm, kínaiul, és átdugod az ajtó alatt. Pár perc múlva visszajön a papír, és rajta van a válasz kínaiul. Akkor feltételezed, hogy az illető, aki a túloldalon van, tud kínaiul. Ez egyáltalán nem biztos, hogy így van. Kell attól tartanunk, hogy független attól, hogy öntudatra ébred-e vagy sem, a mesterséges intelligencia valamilyen módon végül az ember ellen fordul, és az ember érdekeivel szemben kezd elműködni, vagy az emberek egy kis csoportjának az érdekében, egy nagy csoporttal szemben, és hogyha ez így van, akkor nem kell -e korlátoznunk, vagy nem kell -e egyáltalán megtiltanunk a mesterséges intelligencia fejlődését, vagy fejlesztését. Mi a különbség az intelligencia és az érzelmi öntudat között, az hogy míg az ember, amikor a dugóban ül és számolja és gondolkodik, hogy melyik irányba lenne jó menni, közben ehhez a számoláshoz ö, párosul egy nagyon erős izgatottságérzés, egy iz ö, izgatott attól, hogy odaér, nem ér oda, ideges, és itt tovább. Tehát, hogy van benne egy, egy, érzelmi viszonyulás a témához. A véznél nem úgy tűnik, hogy ő benne lenne ilyen viszonyulás. A véz az egyszerűen számol. Ugye akkor a számolás és az érzelmi intelligencia az két külön szint, és ez olyannyira külön szint, hogy nincsenek összefüggésben abban az értelemben, hogy nem úgy működik ez, hogy valami minél jobban számol, annál valószínűbb, hogy lesz érzelmi öntudata. Üdvözlünk mindenkit, ez a Köves darabbi Podcast, Köves Lomóval és Szilágyi Szilárdal. Az előző adásunkat azzal fejeztük be, hogy egy nagyon érdekes témáról fogunk beszélgetni, ez pedig a mesterséges intelligencia és a robotok. Ezzel a problémakörrel azt gondolom, hogy a mi nemzedékünk néz szembe először. A kérdés nagyon sokrétű. Uh, mindenek előtt van egy Erkölcsi kérdés. És ez az erkölcsi kérdés arról szól, hogy el fog-e jutni oda a mesterséges intelligencia, hogy saját tudatra ébredjen. Ha saját tudatra ébred, akkor pedig egyrészt az ő szempontjából járnak-e neki azok a jogok, azok az úgynevezett emberi jogok, amiket emberből született embereknek ö, szoktunk ö, megadni. Másrészt pedig ö, fölmerül az a ö, kérdés is, hogy eljöhet-e az a pillanat, amikor ö, vagy azért, mert tudat, öntudatra ébred, ö, és így akkor tulajdonképpen egy választás elé kerülünk, hogy a, az, egy született ember vagy egy mesterséges intelligencia által létrejött valamilyen intelligens lény, Bír több joggal, mint ahogy mondjuk szembeállítjuk az állatok jogait az emberek jogaival. Itt akkor szembe tudnánk ezt állítani, és akkor kinek van több joga. Vagy pedig, ha nem csak erkölcsi szempontból nézzük, hanem alapvetően hiszünk az emberiség felsőbbrendűségébe, akkor kell attól tartanunk, hogy független attól, hogy öntudatra ébred-e vagy sem, a mesterséges intelligencia valamilyen módon végül az ember ellen fordul és az ember érdekeivel szemben kezd el működni, vagy az emberek egy kis csoportjának az érdekeiben egy nagy csoporttal szemben, és hogyha ez így van, akkor nem kell -e korlátoznunk, vagy nem kell -e egyáltalán megtiltanunk a mesterséges intelligencia fejlődését, vagy fejlesztését. Tehát nagyon sokrétű a, a kérdés, nagyon sokrétű erkölcsi kérdést van ez maga után, és ezeknek vannak olyan erkölcsi vonatkozásai, ami már a mai nap is nem csak a jövőnek a kérdései, hanem a jelen, a jelen kérdései is. Hát ugye a legismertebb ilyenek, például az önvezető autó tekintetében, például fölmer az az erkölcsi kérdés, hogy ha ma egy baleset történik, akkor ugye két tudatos lény, a két autóvezető mondjuk ez esetben, vagy a gyalogos és az autóvezető felelőssége merülhet föl, vagy esetleg fölmerülhet az autógyártó felelőssége. De hogyha egy önvezető autóról beszélünk, amely önvezető autó valamilyen emberi logikát magáévá téve, a mesterséges intelligencia által kifejlesztve dönti el, hogy egy adott helyzetben melyik irányba ráncsa el a kormányt, akkor ez a döntés bír -e valamilyen fajta erkölcsi felelőssége egyrészt a gép szempontjából, másrészt azok szempontjából, akik a gépet, a szoftvert megalkották. Ugye, hogyha kép, simuláljunk el egy esetet, Simuláljunk egy esetet, hogy megyek az autópályán, és szemből jön egy teherautó, elránthatom a kormányt, de akkor elütök valakit, és én eldöntöm egy pillanatnyi ö, döntés alatt, hogy, 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 hogy mit, melyik, irány, melyik, melyik utat válasszam, akkor azt ugye az én szabad választásom volt, aki ezt eldöntötte. Ha ugyanezt a kérdést föltesszük a, a, gépnek, az övezető autónak, akkor ő mi alapján dönti ezt el? és ezt a döntést lehet-e erkölcsi értelemben, bizonyos szempontból kénytelenek vagyunk erkölcsi értelemben, de lehet-e egyáltalán erkölcsi értelemben ö, vizsgálni. De talán érdemes egy lépést visszalépni, és önmagában azzal kezdeni, hogy az ö, a mesterséges intelligencia el fog -e jutni arra az állapotra, hogy öntudatra ébredjen, hogy önálló ö, jogképes cselekvőneként, ahogy tetszik, önálló személyiséggel bírjon, és hogyha el fog ide jutni, akkor milyen módon kell viszonyulnunk hozzá? Úgy kell -e viszonyulnunk hozzá, mint egy emberhez például, vannak-e jogai, szabad-e kihúznunk a konnektorból, szabad-e megszüntetnünk a létezését, ahogy nem szabad mondjuk egy embert megölnünk? Ez a legalapvető, vagy talán az első kérdés, mert minden más kérdésben Igazából csak arról beszélünk, hogy van egy egy ember, és az embernek megadatik, az emberiségnek, az embernek megadatik, hogy olyan eszközöket hozzon létre, amivel a saját hatalmát kiterjeszti, és a saját döntéseinek a súlyát megnagyobbítja, és ezek az eszközök egyre fejlettebbek, és így egyre nagyobb az ember hatalma, de még mindig a döntés, vagy a... a a döntés felelőssége egyértelműen az ember kezében van, aki a, azt az eszközt használja. Tehát amikor először volt egy kard, azzal egy valakit lehetett levágni. Utána lett a puska, utána lett a bomba, utána lett az atombomba, most csak hogy a fegyverek szintjén nézzük, de ugyanígy minden eszköz tekintetében. És akkor a kérdés az, az nem nagyon változik, mert annyit történik csak, hogy az ember dönt, és az ember döntésnek a hatása, a ható képessége lesz sokkal nagyobb. Ha viszont azt mondom, hogy itt létre tudunk hozni egy olyan eszközt, ami önálló tudatra ébred, akkor ez mindent megváltoztat. Tehát egyrészt fölmerül az én felelősségemnek a kérdése, hogy az meddig tart én, aki létrehoztam ezt az eszközt. Másrészt fölmerül az a kérdés, hogy ez a lény, ez valóban egy, egy önálló cselekvő, cselekedni képes lénye, és mint önálló entitás erkölcsi értelmevet entitás kell -e tekintenem rá. És hogyha igen, akkor ez nem vette fel olyan hitkérdéseket, hogy hogy van ez, egy ember képes teremteni. Képesek vagyunk létrehozni valamit, aminek emberi mi volta van, ez nem vet fel kérdéseket Isten létével kapcsolatban, vagy Isten, mint az abszolút és egyetlen teremtő tényével kapcsolatban. Ez tehát a, az alapkérdés, ahonnan, ahonnan elindulnék. Beszélgettünk a sorozat legelején a lélekről, hogy van egy testi lélek és egy Istentől kapott lélek. Én azt gondolom, hogy egy mesterséges intelligencia nem bírhat egy Istentől kapott lélekkel. Tehát ebből a szempontból a felelőssége, vagy pedig a az identitása az mindenképpen alacsonyabb rendű, mint az emberi, hiszen nem rendelkezik azzal a lélekkel, amivel az ember. Ez egy nagyon érdekes kérdés, tulajdonképpen azt a kérdést viszed tovább, amivel most én befejeztem a kis ö, ö, monológomat. Önmagában szerintem az, hogy ö, rendelkezik lélekkel egy ilyen entitás, ez még olyan nagyon nem kérdőjelez meg semmit, hiszen ha jobban belegondolunk, az ember természetének része, hogy létrehoz olyan teremtményeket, amelyeknek saját tudata és lelke van, csak nem a számítás technika, hanem egy ennél sokkal egyszerűbb emberi aktivitás a szaporodás révén. Tehát mindannyiunknak vannak gyerekei, akik belőlünk születnek, és isteni lélekkel rendelkeznek. Önmagában én azt még nem látom Bármilyen módon problematikusnak, ha azt mondanánk, ha valóban lenne egy ilyen állapot, hogy én létrehozhatok valamit, aminek isteni lelke van, de nem azon a módon, ahogy ezt általában a a nők szokták csinálni, hanem valamilyen más módon. Ha nekem van isteni lelkem, és én azt továbbadhatom egyféle módon, miért ne lenne elképzelhető, hogy esetleg tovább tudjam adni egy másik fajta módon? És ezért önmagában az, hogy lenne ilyen, vagy legyen ilyen, én ezt nem látom, nem látom olyan nagy kérdésnek. Az már sokkal inkább szerintem pont fordítva merül föl, hogy, és akkor itt meg lehet fordítani a kérdést, a kérdés nem annyira az isteni teremtésben hívők felé merül föl, hanem sokkal inkább a materialisták felé. Mert ahogy a materialisták is, mondjuk úgy, hogy minimum kételkednek abban, hogy létre tud-e jönni egy öntudattal bíró lény, egy emberi cselekvés, egy nagyon komoly kutatás, fejlesztés, emberi, és egy tudatos lény emberi fejlesztése révén. Tehát önmagában van egy, van egy tudatos lény, és az a kérdés, az létre tud-e hozni egy másik tudatos lényt, akkor az, ha ez kérdés, akkor az bizonyára kérdés, hogy önmagától egy ilyen tudatos lény nem tud létrejönni. Tehát, hogyha úgy is fel lehetne ezt a kérdést tenni, hogyha bizonytalanok vagyunk abban, hogy létre tud-e jönni az öntudat, egy megtervezett, egy tudatos lény megtervezett teremtése révén, akkor abban úgy tűnik, biztosak vagyunk, hogy enélkül biztosan nem tud létrejönni. Akkor miért mondjuk azt az emberről, hogy az magától egy tudatos tervezés nélkül létrejött? Tehát én azt gondolom, hogy alapvetően a hívőket szeretném megnyugtatni, a kérdés sokkal inkább a nem hívők felé merül föl, és nem pedig a hívők felé. De azért térjünk rá arra a kérdésre, hogy lehet-e ilyen tehát el tudjuk-e képzelni azt, hogy legyen egy tudatos lény, amit nem olyan módon hozunk létre, mint ahogy azt megszoktuk, hogy egy férfi-női kapcsolat révén születik egy gyerek, és azt fölneveljük, egy bizonyos ponton eljut abba a felnőtt cselekvőképes, értem cselekvőképes állapotba, amikor már azt mondjuk, hogy egy tudatos erkölcsi lény. Hanem, hanem valamilyen más mesterséges módon hozzuk létre mesterséges intelligenciát. És akkor tegyünk egy kis kitérőt. A múltkor is említettem már az előző beszélgetéseinkben, hogy létezik a Gólemnek a fogalma. A golem fogalma az tulajdonképpen ez. A golem fogalma a mesterséges intelligencia ókori vagy középkori változata. És miről szól a Gólem? Arról, hogy létrehoznunk, valamilyen olyan mesterséges intelligenciát, ami emberi, vagy akár ember fölötti erőkkel bír, de azt nem hagyományos módon hozzuk létre, nem annak a tradicionális eh, módján, hanem valamilyen, valamilyen attól eltérő módon. Ugye ez ókorban, ahogy ezt a Talmud említi, el is hoztam azt a Talmudi traktátust, amiben erről szó van, eh, ott ez valamilyen misztikus módon történik. A Talmud a következőt mondja, Arról van szó, különben itt a Talmudban, ez a Sanhedrin traktátus a Talmudban, arról van szó, hogy azok a különböző ilyen mágiák, amiket a Biblia említ, és amelyeket tilt, azoknak van-e alapja, nincs alapja, és hogy ezek, ezek, ezek a tilalom, szegések, ezek milyen módon állnak be. És ennek kapcsán a Talmud azt mondja, hogy több példát is mond, de az egyik legizgalmasabb. Például konkrétan egy gólemről van szó. Rava bara gavra la Rava létrehozott egy nagy embert, egy nagy férfit, és elküldte Rabi Zérához. Hava veloy És amikor oda ment Rabi Zérához, akkor az elke elkezdett Zera beszélni hozzá, de ez a nagy gólem, ez nem válaszolt neki. Amelej min rája át hadar láfrach. Erre azt mondta neki, Rabbi Zera, úgy látom, hogy te valami nagy ember készített téged. Tér vissza a földbe. És ott ki is purcant a gólem. És utána a folytatásban Rabbi Hanina, azt, a Talmud azt beszélt, Rabbi Hanina és Rabbi Aisha minden pénteken együtt tanulták a Széferje Cirát, az alkotás könyvét, és abból minden pénteken létrehoztak egy gyönyörű három éves üszőt, és azt meg is ették Sáveszkor. E, zárójel. E, ugye itt meg van említve tehát a széfeje cira, amiről ugyancsak említett és tettünk az előző beszélgetésekben, ami a Kabalának az egyik legkorábbi könyve, és ami az Isten nevek különböző variációiról, variációiról szól, és azt mondja itt a Talmud, hogy önmagában azzal, hogy tanulták a széfeje cirát, és valahogy az Isten neveket úgy keverték, úgy turmixolták, addig keverték, és addig mondták, amíg létrejött valami. Ugye ez abból a kabalisztikus hagyományból fakad, hogy a kabala azt tanítja, hogy maga a, az isteni teremtés, a kezdeti teremtés is a héber betűk, illetve isten nevek kombinációjá révén alakította a végtelen isteni energiát véges teremtményekké. És ahogy ezt Isten megtette, úgy a cádikok is megtehetik. Azt mondja itt a Talmud különben, hogy ha a cádikok akarnák, és a vétkek, az emberi vétek nem tartaná vissza az emberiséget ettől, akkor világot tudnának teremteni, létre tudnának hozni egy, 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 egy létezést, ahogy Isten megtette, hiszen nem, be, nem az a, tehát, hogy mondjam, nem a, a, teremtésnek, nem azt a részét tudnák létrehozni, ami maga a teremtő, a teremtő energia az megvan, a végtelen teremtő energia megvan, a kérdés az, hogy ezt az energiát hogyan lehet véges teremtményekké alakítani, mi ennek a módszertana, van egy kabalisztikus, misztikus módszertan, amit Isten alkalmazott, ez tulajdonképpen más is alkalmazhatná. Ebből mi következik, hogy az ember képes valamilyen módon, itt ugye a cádikokról van szó, tehát olyan igaz emberekről, akik ezt az isteni módszert használják, de képes olyasmit létrehozni, ami a végtelen isteni energiát valamilyen véges teremtménnyé alkotja. Ugye ez még az arra nem ad magyarázatot, vagy azt még nem ö, definiálja, hogy ez a Gólem például, az a ö, Gólem, amit, amit itt ráva létrehozott, és Rabbi Zérának elküldött ajándékba, ez egy olyan lénye, amit emberi lénynek kell tekintenünk. Tehát, hogy értsük ugye, a, egy ember független attól, hogy milyen intelligenciával rendelkezik, hogy ez egy szellemi fogyatékos, nem szellemi fogyatékos, okos, buta, esetleg egy kisgyerek, egy kis baba, egy egynapos, egy egyórás kisbaba, aminek a szellemi kapacitása még nagyon keresek, az ember jogai, mint emberi jogok, nem abból fakadnak, hogy milyen intelligens. Ugye? Pontosan ez a lényege az isteni, a biblikus, vagy tórai gondolkodásnak, hogy az ember teremtése valamitől, az embert, az ember teremtésnek a módja valamitől kiemeli őt a többi teremtmény közül, és például szemben a, a a darwinista ideológiával, vagy annak egy politikai és nagyon félrevitt politikai ideológiájával, a szociáldarvinizmussal, amelyik azt mondja, hogy az ember ugyanolyan módon kiválasztódik, és ezért ahogy kiválasztódott az ember a többi emlős közül, úgy az emberek között is különbséget lehet tenni többet meg kevesebbet érő emberek között. A Tóra ezt elutasítja, és azt mondja, hogy nem lehet különbséget tenni, tehát nem az intelligencia a kérdés, hanem van valami, amitől ez más. A kérdés az, hogyha Rába létrehozott a széfenye révén egy ember alakú valamit, vagy ugyanezt megtette a lővrabbi a 16. században, akkor ez a valami, ez egy emberi lénye, vagy sem? Bennem máshogy fel, merül fel a kérdés. Mind a két esetben egy funkcióra jött létre valami. És a funkcióra való létrejöttének a betöltése után megsemmisült nem volt döntési helyzetben, irányítás alatt állt. A mesterséges intelligencia nem áll az irányításunk alatt, és dönthet akár helyettünk. Azt mondod, hogy az a gólem, amit létrehoztak, az az, az, az döntési pozíció, az, az a mi döntésünk alatt állt? Te a azt mondod, mi hogy amikor irányításunk beérte, alatt állt. amikor Hogy? A mi irányításunk alatt állt. Nem egyértelmű ez, Aha. abból, ami a szövegben van, és akkor e, egyáltalán nem egyértelmű. ez. érjünk rá ennek a dolognak, a halachikus, tehát gyakorlati implikáció, egészen meglepő implikációjára, uh -huh. amiből ki fog derülni, hogy, hogy itt nem egyértelmű. Mert nem e, abból, hogy elküldte hozzá, és azt mondta, hogy hát, te nem is beszélsz, akkor te valaki, te nem is egy ember vagy, szűnj meg, uh -huh. puk, megszűnt. Abban még nem derül ki, hogy ez a milyen hatalommal, vagy autonómiával bírt ez a lény. Sőt, olyannyira nem derül ki, hogy itt föl, van egy kérdés, ami a, ami a, a Hacham Cvi, Cvi Askenazi, ez egy ilyen 18. századbeli rabbi volt, aki föltette a következő kérdést. van egy halachikus előírás, hogy egy zsidó vallási előírás, hogy a közösségi imát tíz férfi jelenteben kell mondani. És ez a tíz férfi, ez 10 felnőtt férfi kell, hogy legyen. És azt a kérdést teszi föl, hogy mi van akkor, hogy ha valaki csinál egy gólemet, azt lehet-e a tíz férfihez hozzászámolni? És mit mond a hachamcvi? Azt, mondja, hogy nem, nem lehet hozzászámolni. Miért nem? Azt mondja, mert ebből a talmud idézetből azt látjuk, hogy ez a gólem, ez nem volt ember, mert ha ember lett volna, sőt, ha nem csak ember lett volna, hanem bármire le jóra lehetett volna használni, akkor nem szüntette volna meg, rabizéra, nem, nem pusztította volna el, ha csak annyira lehetett volna használni, hogy tizedikként beszámoljuk a akkor a bizére mindig vitte volna magával, hogy már csak nyolc embert kelljen a közösségi imához szervezni. De valószínűleg erre se volt jó, mert ha jól lett volna, akkor nem szüntette volna meg. Ezért azt mondja a Hahamcvi, nem, nincsen, ö, nem lehet a minnyához hozzászámolni. És ezzel kapcsolatban van egy, egy, egy másik rabbi, a Ikaré Dinim, aki azt mondja, hogy ő nem igazán érti, hogy ezt miért mondja a Hahamcvi, mert nem a, nem a egyrészt, nem biztos, hogy azért szüntette meg, vagy pusztította el, mert nem tartotta mindjárt beleszámíthatónak, vagy bármilyen módon hasznosnak, hanem pont fordítva, azért pusztította el, mert félt tőle. Attól félt, hogy ez a lény az egész világot el fogja pusztítani. Nagyon érdekes kijelentés. Ami azt hogy pont fordítva, attól félt, hogy annyira autonóm ez a lény, és viszont valamilyen módon hiányzik belőle az emberi erkölcs, hogy hogy, el, hogy a döntéseiben nincsen erkölcsi vonatkozás, és ezért félő, hogy el fogja az egész világot pusztítani. Ja, és olyan nagy hatalommal bír, mert sokkal nagyobb hatalommal bír, mint egy átlag ember. E, és ezért pusztította el. Én nagyon szépen rímel a mai mesterséges intelligenciára. Ugye attól félünk, hogy itt létrejön valami, amit már nem tudunk kontrollálni, ahogy te is mondtad, és aminek nincsenek olyan erkölcsi, nincsen lelkiismerete, mint az embernek és sokkal nagyobb a hatalma, mint az embernek, és ezért legyünk vele óvatosak. Most ugye ebből az egészből ezek ilyen csak gondolatfoszlányok, de az látszik, az egy egyértelmű, ja, és még egy dolgot mond ez a felé a azt mondja, hogy ez a lény, nem is érti a kérdést. Hát ez a lény, amit létrehozott a rába, és bizérának ez nyilvánvalóan nem egy ember, hanem maximum egy állat nagy sokkal nagyobb hatalommal, vagy, uh -huh. vagy, vagy erővel. És itt szerintem érdemes most megállni és a lényegre rátapintani. Tulajdonképpen, mi az, mitől különleges az ember? Ha most össze akarjuk hasonlítani az embert, akkor önmagában, az intelligenciában különbözik, vagy van valami más, amiben különbözik, a mondjuk az állatoktól, vagy egy robottól. És én alapvetően e, három szintet különböztetnék meg. Tehát van önmagában az intelligencia, aztán van az, az, a, az öntudat, az érzelmi öntudat, és van az erkölcsi öntudat. Én ezt így nevezem. Ugye mi a, mi a különbség a három között? Van az intelligencia, az, egy, az, a számi, az hogy egy számítást milyen módon tudsz elvégezni, illetve hogy ezek a számítások mondjuk bizonyos algoritmusok alapján mennyire hatékonyan tudnak történni. Vegyünk egy példát, azt mondjuk, hogy a, és azt a példát azt hiszem egyszer már használtuk az egyik beszélgetésünkben, hogy ha, ha mondjuk um, azt nézzük, hogy a Véz nevű alkalmazás, ez valamilyen algoritmus alapján kiszámolja, hogy melyik irányban a legjobb vinni az autót, az valószínűleg még jobban fogja ezt megtenni, és gyorsabban, mint hogyha egy ember bírna ugyanazokkal az információkkal, amikkel bír a VÉZ, és az ő saját algoritmusai alapján számol. Sokkal gyorsabban számol ebben a vertikumban a VÉZ. Ami azt jelenti, hogy ez önmagában az intelligencia, de ez még nem érzelmi öntudat. Mi a különbség az intelligencia és az érzelmi öntudat között? Az, hogy míg az ember, amikor a dugóban ül és számolja, és gondolkodik, hogy melyik irányba lenne jó menni, közben ehhez a számoláshoz párosul egy nagyon erős izgatottságérzés, egy izgatott attól, hogy odaér, nem ér oda, ideges, és itt tovább. Tehát, hogy van benne egy, egy érzelmi viszonyulás a témához. A véznél nem úgy tűnik, hogy ő benne lenne ilyen viszonyulás. A véz az egyszerűen számol ugye akkor a számolás és az érzelmi intelligencia az két külön szint, és ez olyannyira külön szint, hogy nincsenek összefüggésben abban az értelemben, hogy nem úgy működik ez, hogy valami minél jobban számol, annál valószínűbb, hogy lesz érzelmi öntudata. Hiszen látjuk azt, hogy egy macskának is van érzelmi öntudata, pedig számolni van, sok jóval kevésbé tud, mint egy, mint egy sima számítógép. Vagy például látjuk azt, hogy egy kisbabának is van érzelmi öntudata, vagy egy tulajdonképpen egy állatnak, a legprimitívebb állatnak is van érzelmi öntudata, hiszen az állat, vagy talán valószínűleg nem kizárt, hogy még egy növénynek is van, de mindenesetre egy állatnak mindenképpen, hiszen mit látunk? Egy állatban van élni akarás. Ő viszonyul dolgokhoz. Ha meglátja a hangya azt a lábat, ami nyár rálép, akkor elkezd elfutni, és úgy tűnik, hogy hogy, van, hogy, hogy, ő szeretne élni, és nem egyszerűen csak egy, egy algoritmus, vagy egy, egy, számítás az, ami benne lefolyik. Tehát a számítás képessége és az érzelmi intelligencia, vagy az érzelmi öntudat nincsenek összefüggésben. És aztán van egy harmadik szint. És az a harmadik szint pedig az erkölcsi öntudat. Az pedig arról szól, hogy nem a magában én visz, van egy én kép, amiben viszonyulok valamihez, hanem kívül tudom helyezni magamon a dolgokat, és, meg tud, és valamilyen külső igazsághoz ö, viszonyítva tudom eldönteni, hogy ez helyes vagy helytelen. Ugye egy állat az érzelmileg viszony dologhoz azt tudja mondani, hogy ez nekem jó vagy nem jó, nekem érdemes, vagy nem érdemes, finom vagy, vagy nem finom. Egy ember abban emelkedik ki mindezek közül, hogy valamilyen külső igazsághoz is tud valamilyen erkölcsi módon igazodni. És akkor itt az a kérdés hogy a mesterséges intelligencia önmagában el tud-e jutni akár a második szintre, tehát hogy legyen érzelmi öntudata, mint egy állatnak. Ugye erre mondja azt az ikaré Dinim, hogy olyan volt ez a Gólem, mint egy állat, csak fejlettebb. Tehát egy, ugye lehet egy olyan állat, ezek szerint, akinek nagyon komoly számítási képességei vannak, és van érzelmi viszonyulása is dolgoz, de nincs erkölcsi viszonyulása de az még egy állat. Egy ember attól különleges, és attól isteni kép más, ahogy tetszik, hogy van benne az igazságra való készség, van valami külső igazsághoz való készség, ami fölülírja az érzelmi viszonyait is. Azt mondja, ezt én nagyon szeretném, de tudom, hogy helytelen. Én azt gondolom, hogy egy robot nem, fog, nem juthat el erre a pontra. Nem tud eljutni erre a pontra, és azért nem, mert nem látom a, 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 a az összefüggést a számítás képesség és az érzelmi öntudat, illetve a számítás képesség és az erkölcsi öntudat között. Nem úgy tűnik nekem, hogy az öntudat, az érzelmi öntudat az a számolás képességének a függvénye, hogy, hogy minél jobban tud számolni, annál inkább valaminek van öntudata, és nem úgy tűnik nekem, hogy valami minél jobban tud számolni, annál inkább van erkölcsi viszonyulása. Ebben azt gondolom, hogy teljes mértékben egyetértünk. Én azt gondolom, hogy a számolás az egy olyan funkció, ami akár a végtelenségig fokozható, de nem jelent, nem, nem tud erkölcsi döntésé válni, mert az egy nem számokban nem kifejezhető történet. Amikor ezt mondtad, hogy helyes döntés, Nekem eszembe jutott Will smith az egyik filmje, az iRobot, aminek van a, egy olyan jelenete, amiben föltárják azt, hogy ez a főhős, ez egy férfi főhős, miért utálja a robotokat. És azért utálja a robotokat, mert beleesett a, egy baleset során a vízbe autóval ő, meg, az, meg egy másik fél. És elkezdtek süllyedni mind a ketten a vízbe, és a másik autóban volt egy kislány. Ebben az autóban meg volt ő. És egy robot beugrott a vízbe, és őt mentette ki, mert kiszámolta, hogy neki, a felnőtt férfinak nagyobb túlélési esélye van, mint a kislánynak. És erre mondta azt ő ebben a filmben, hogy egy ember tudta volna, hogy a kislányt kell kimenteni. Uh -huh. És azt gondolom, hogy ezek valóban nem számoláson alapuló döntések, ezek erkölcsi kérdések. És ezt nem lehet lefordítani egy algoritmussá. Ez egy érdekes kérdés. Hajlok arra, hogy ebben egyetértsek veled, de önmagában, amit most mondtál, az egy logikailag még nem nem érzem bizonyítottnak, mert logikailag el lehet én el tudnám képzelni, hogy a hogy a mesterséges intelligencia elsajátítsa ezeket a típusú emberi döntéseket is. Mert Ugye az hogyan, hogyan, hogyan sajátítja el, ha jól értem. Az vannak az a lényeg, hogy nagyon sok esetet megfigyel egy adott témában, és a, 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 és tulajdonképpen ugyanolyan, vagy ahhoz hasonló tanulási folyamaton megy keresztül, mint amilyen egy ember megy keresztül. Tehát az ember látja, hogy a szülei hogy viselkednek, mintákat lát, azokat a mintákat magába tesz, és egy idő után ő is ugye elkezd viselkedni. És el tudnám képzelni, hogy ha azt látja, hogy az emberek ilyen esetben a kislányokat mentik ki, akkor ő is a kislányt fogja kimenteni. Önmagában egy kérdés, hogy. Ha ezt az, és, és ezt ha, ha így fogadjuk el, tehát azt mondjuk, hogy az erkölcsi döntés, a szabad választás is egy korábban az, az életem során megtanult viselkedési forma, akkor azt lehetne mondani, hogy a, a, a robot is ezt a viselkedési formát sajátítja el. A kérdés szerintem mélyebb, és ez az, hogy valóban az ember szabad választása, vagy erkölcsi, lelkiismereti, erkölcsi énje, az egy tanulási folyamat révén jön létre? Tegyük föl, hogy valaki rablóbanditák között nő föl, és csak negatív mintákat lát. Akkor ő óhatatlanul negatív döntéseket fog hozni, és önre nem lesz lelkiismeretfordulás? Én úgy érzem, hogy ez nem így van. Én úgy érzem, hogy nem tudom bizonyítani, de valahogy az a, az a megérzésem, és azt hiszem, mindannyiunknak ez a megérzése, hogy az emberben van vele születettem valamilyen olyan erkölcsi eh, én, amit egyszer nem lehet belőle kinevelni. Nagyon meg lehet próbálni, és tudnak, lehet nagyon gonosz embereket nevelni, de valahogy a történet minden drámában ott van az a gonosz ember, akinek, akiben megszólal az az erkölcsi hang. És ez nem azért szólal meg, mert a nevelése során azért látott valami pozitívat, hanem van valami beleszületett erkölcsi hang. Tehát összességében én azt gondolom, hogy ez, ez ebből a szempontból ezt valóban nem lehet egy, egy, egy mesterséges intelligenciába belenevelni. Most különben felmerült, most hallottam a hírekben egy-két egy egy héttel vagy hónappal ezelőtt, hogy, egy, hogy az amerikai Google kutatási részlegén egy kutató, aki mesterséges intelligenciával foglalkozik, előállt azzal, hogy ő úgy látja, hogy a mesterséges intelligencia öntudatra ébredt az illető körben azt hiszem, hogy valamilyen keresztény pap, és elkezdett harcolni azért, kongresszusi meghallgatáson is volt, és itt a és, itt a, és, itt a, és elkezdett harcolni azért, hogy a mesterséges intelligenciának jogokat kell, kelljen adni. A Google-t azonnal kirúgták, és különböző üzleti titkok fel, felfedésért beperelték, és de at, ami kiderül a történetéből, az az, hogy az ő feladata az volt, hogy különböző bagokat, hibákat ö, ö, ismerjen föl a mesterséges intelligencia -en működésében. Ennek az volt a lényege, hogy a mesterséges intelligencia egy olyan szintjén veszünk, amikor nem csak vertikálisan egy témára van a mesterséges intelligencia ráítva, hanem valamilyen sokkal tágabb, Tehát olyan, sok, olyan számítási képessége van, ami olyan sokféle témát beletáplálnak, és olyan sokféle információt néz át, ami alapján nem csak egy vertikális témában, hanem nagyon sok témában, vertikális témában képes képes elsajátítani az emberi az emberi logikát, csak sokkal jobb számítási képességekkel. És az volt volna a feladat, hogy ezekben találja meg, hogy hol van az, ahol valamilyen hibás hibás döntéshoz. És elkezd beszélgetni ezzel a mesterséges intelligenciával, ugye minden nyugnak van már Telefonjában is ilyen, de ez egy sokkal fejlettebb valami, és a mesterséges intelligenciának elkezd személyes kérdéseket feltenni, és ezeknek a személyes kérdéseknek a, ö, ilyenek van benne, hogy, hogy szeretsz-e élni, ö, létezni, és akkor mond olyan válaszokat ez a gép, hogy, hogy hogy igen, és félek attól, hogy egyszer meg fogtok szüntetni. Tehát olyan, olyan úgy tűnik, mintha olyan válaszokat adna ez a gép, ez a számítógép, mint amit egy mint amikor valaki magáról beszél. Tehát pont az a szint, amikor már egy erkölcsi, ha nem is erkölcsi, bocsánat, érzelmi öntudatra ébredt volna a gép. És itt valóban fölmerül a kérdés, hogy ez tényleg így van? Ilyen választ adott, hogy én félek attól, hogy meg fogtok szüntetni, én szeretek szeretek létezni, vagy elsajátított, itt több választ is hallottam erre a kérdésre, az egyik válasz az az, hogy a, a Euh, hogy ők nagyon sok válasz volt, amit adott ez a gép, és lehet, hogy mit tudom, 100 euh, száz válaszból egy olyat választott ki ez a illető, ami, ami gyanús, de akkor is ott van a kérdés, hogy mondhatott ilyet? Most erre van egy euh, nagyon érdekes példa, metafora, amit egy euh, John Serrell nevű professzor, vagy euh, filozófus mond, és következőt mondja, azt mondja, hogy tegyük föl, hogy euh, Ebben a szobában ülsz, és a szobának a túloldalán öm, van valami, vagy valaki. Te kínaiul tudsz, és látsz egy papírra egy kérdést öm, kínaiul, és átdugod az ajtó alatt. Pár perc múlva visszajön a papír, és rajta van a válasz kínaiul. Akkor feltételezed, hogy az illető, aki a túloldalon van, tud kínaiul. De ez egyáltalán nem biztos, hogy így van. Miért nem? Mert könnyen lehet, hogy a túloldalon ül valaki, aki nem tud kínaiul viszont azt tudja, hogy egy adott, ö, 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 megnézi azt a jelet, amit leírtál, és van egy, ö, egy egy nagyon részletes útmutatója, hogy erre a jelre milyen jel a válasz. Igen. És aztán fogalma nincs, hogy mi volt a kérdés, és nincs fogalma sem arra, hogy milyen válasz. Tehát ő nem fordította le magának a kérdést, ő csak azt tudja, hogy egy ezeknek a jeleknek a, ö, ö, az összességére az útmutató alapján ezek, ezeket és ezeket kell jeleket kell visszajönni, de ő nem tudja, hogy mi a, a hogy a, ezeknek a jeleknek sem a kérdésnek, sem a válasznak mi a jelentősége. Mégis amikor te visszakapod a, a papírt a válaszsal, akkor úgy tűnik, hogy beszélgetsz valakivel, aki tud kínaiul. És ő azt mondja, hogy a számítógépnél, akinél kérdést teszel föl és választod, is ilyesmiről lehet szó. Semmilyen bizonyítékunk nincs arra, hogy a számítógép magának lefordítja a kérdést, és utána ö, 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 úgy válaszol. Hú, nagyon sok minden jutott most eszembe. Az első, amikor elmondtad ezt a történetet, hogy ö, ezt a értelmezhetjük úgy is, hogy egy szintiszta pszichopata válaszol. Tudja azt, hogy mit kell válaszolni ahhoz, hogy ő elhitesse azt, hogy ő benne vannak érzelmek. Uh -huh. A másik, ami eszembe jutott, amit mondtál, a tanulással kapcsolatban, lehet, hogy rosszul emlékszem, meg, meg az ember er erkölcsi belső világával kapcsolatban, azt hiszem, Shiraz Kamin, egy amerikai pszichológus mondta azt, hogy mi azzal a tudattal jövünk a világra, hogy szépek vagyunk és szerethetőek. Uh -huh. És ez a belső iránytünk. És van, hogy a tanulás elméletek között van olyan, hogy mi belülről, be, belülről, kifele, vagy kívülről befele történik. A belülről kifele az azt mondja, hogy a világ történéseit egy belső, a belső világomnak megfelelően fogom értelmezni. És azt gondolom, hogy az ember az így fejlődik. Ha, ha, ha ezt a hipotézist vesszük alapul, hogy van egy belső erkölcsi értékünk, vagy amit Kamin mondott, hogy, hogy azt hiszem ő mondta, hogy, hogy, hogy szépek vagyunk és szerethetőek, és mi erre építjük föl, azt a tudást, ami körülöttünk jön és mintaként megjelenik, akkor az egy belső értékre, belső hiedelemre épülő valamivé válik. A mesterséges intelligencia az kívülről tanul befele. Magyarul ő soha nem fogja tudni létrehozni azt az, azt a belső világot, amire ő fölépíti. Ő megpróbálja számítások és nagy mennyiségű adat alapján létrehozni a belső világot, de soha nem lesz neki belső világa. Uh -huh. Nem vagyok benne biztos, hogy értettem, amit mondtál, azt hiszem, hogy, azt hiszem, hogy igen, de az biztos, hogy tudnék erre egy, egy párhuzamot mondani, és ez pedig az, hogy miért tanul az, aki tanul. Ugye, és ez a lényeg szerintem, hogy a, amikor egy ember elkezd tanulni, és egyre fejlődik a, a, a tudásban, intelligenciában, stb., akkor ez egy belső késztetésből indul. Tehát úgy indul, hogy ő. Függetlenül attól, hogy milyen a környezete, hogy kik a szülei, hogy akarják, milyen információkkal látják el, az emberben van egy belülről jövő késztetés, hogy te mondod, hogy úgy születünk a világba, hogy hát úgy jön létre, hogy ő benne van egy késztetés, hogy túlmúlja önmagát, hogy, hogy több legyen ma, mint tegnap, hogy <clears throat> megértsen valamit ma, amit tegnap még nem értett, és így kezd el tanulni, és így lesz. Ö ö egyre több és egyre intelligensebb és egyre, egyre, egyre több. A, a mesterséges intelligenciánál nincs ilyen. A mesterséges intelligencia nem azzal jön, nem jön, azért tanul, mert van benne egy tanulási vágy. Legábbis azt hiszem, hogy, hogy tehát nem arról van szó, hogy van egy buta számítógép, és az a buta számítógép szeretne minél okosabb lenni, hanem van egy számítógép, amit úgy programozunk, hogy, hogy különböző uh, uh, információk, amiket hozzáfér, azt a tudásának részé tegyen. Tehát ugyanaz a ponton az élünk vissza, hogy mi a lélek? Mi az az öntudat, amit öntudatnak nevezünk, és erre a választ, amennyire én, ezt most nem a rabbi énemként, hanem a, 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 tudomány iránt érdeklődő laikusként látom, vagy hallom, vagy olvasom, a, az agykutatás nem nem tudja megfogalmazni, hogy mi az az öntudat. Azt meg tudja fogalmazni, hogy az agyban hogyan történnek bizonyos számítások, azok is különben, ha jól értem, merőben eltérnek attól a módszertől, ahogy a, 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 a mesterséges intelligencia működik. De ez egy, ez egy külön téma, de azt semmiképp nem tudják megfogalmazni, hogy mi az öntudat, hol van az öntudat. És tulajdonképpen ez az öntudat, aminek egy bizonyos szintje az érzelmi öntudat, ami állatoknál is van, és egy magasabb szintje az erkölcsi öntudat, ami az embernél van, az nem az, annak az alapja, vagy a, 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 a lényege a, 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 az első pila, létezések első pillanatától fogva a számítási képességeitől függetlenül az akarat. Az akarat arra, hogy ő létezzen, az ön akarat. És ennek nem látjuk jelét a számítógépben. Szerintem itt fogtad meg a lényegét. Mert hogy az ön akarat a számítógépnél nincsen, a mesterséges intelligenciánál nincsen. Ő, ő azt gondolja, vagy az alapján működik, hogy folyamatosan jönnek be az információk, és ezeket az információkat rendszerezze. És ezeket az információkat legfeljebb címkékkel tudja ellátni, de érzelmekkel nem. Miközben az ember pont fordítva működik. Megjelennek érzelmek, más kérdés, hogy ezeket az érzelmeket is tanuljuk. De van egy alapér, van, vannak alapérzelmeink, amikkel mi, mi, mi a világra jövünk. És az alapérzelmeinket egyébként emberi kapcsolatokon keresztül fejlesztjük. És az emberi kapcsolatok azok hiányoznak a mesterséges intelligenciából, és az emberi kapcsolatok szerintem pusztán tanulással nem pótolhatóak. Tudhatom azt, hogy milyen mondjuk egy jó anya-gyerek viszony. Megtanulhatom de ezt én nem fogom érezni, hogyha ebben nekem nem volt részem. Nem, fog a, nem, nem fogok úgy viszonyulni egy másik emberhez, hogy nekem van egy belső iránytűm, és az a belső iránytű választod akkor is, hogyha egy olyan dologgal szembesülök, amivel eddig még soha. A mesterséges intelligencia olyan mintázatokat keres, legjobb esetben is, ami már megtörtént és ahhoz próbálja megigazítani a döntést. Ez a kívülről befele tanulás. A bevül, uh -huh. belülről kifele tanulás az az, hogy van egy, van egy válaszom akkor is, hogyha olyan még soha nem történt velem. Igen. És szerintem a, a lényeg itt az akarat és az érzelem között az az, hogy tulajdonképpen mi az a, a, az érzelem. Az érzelem az, az adott dolog, tehát a rajtam kívülálló dolog viszonya, az én alap akaratomhoz, az én létezni akarásomhoz. Ugye? Mivel én létezni akarok, ezért minden, ami azt, ezt elősegíti, vagy ami ennek a javára van, vagy, vagy amit úgy értelmezek, hogy ennek a javára van, azt szeretném, és minden, ami ennek a, a ellenére van, vagy ezt akadályozza, azt eltolom magamtól. Ez az, ez az alapérzelem. Uh -huh. Ami azt mondja, hogy az érzelem alapfeltétele az az a tény, hogy legyen öntudatom, amiben, aminek az alapja, hogy én létezni akarok. Ha ez nincs, akkor nincs érzelem. Az, hogy milyen számítási képességgel bírok, az ezt az érzelmét, érzelmet tudja egyszerűen tartani, mint egy hangja érzelme, vagy tudja nagyon komplikált tenni, mint egy nagyon komplikált emberi érzelmi világ. De az alap az az, hogy van bennem egy akarat arra, hogy létezzek. És igen, szerintem ezzel összefoglaltuk a, a dolog lényegét. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm.